A SZESZKI évek óta dolgozik a területi folyamatok, különösen a határon átnyúló áramlások monitoringjának előmozdításáért. Teszi ezt nem utolsó sorban azért, mert a közép- és délkelet-európai országok kisméretéből adódó nagyarányú térbeli fragmentáció szükségessé teszi ezt a megfelelő területfejlesztési politikák, stratégiák kialakításához. Ennek a folyamatnak egyik első állomásaként egyesületünk a MOD-tal együttműködve már 2014-ben szemináriumot szentelt a témának. Együttműködési és harmonizációs folyamatok elősegítése érdekében a SZESZKI 2022. májusában újabb konferenciát szervezett a Budapesti Francia Nagykövetséggel, a Budapesti Francia Intézettel és a MOD-tal együttműködve. A területneves szakértői a Budapesti Francia Intézetben gyűltek össze a határon átnyúló területi monitoringról szóló konferenciára. Jean Peroni, a MOD főigazgatója az alábbiak szerint foglalta össze a konferencia jelentőségét. Inhabitants near a border should have the right to live at 360 degrees around their home. For that, we need cross-border data. To build this data, we need the involvement of all levels, from local to national and European. A konferencia résztvevőit a rendezvény kezdetén Pascal Andréani, Franciaország budapesti kijelölt nagykövetének üdvözlő szavai köszöntötték Alexis Russinek tudományos és egyetemközi együttműködési attasé tolmácsolásában, majd Kisperciu Péter, regionális és határmenti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, valamint Viktor Sidorovsky, az ESPON EGTC igazgatója mondták el köszöntő beszédüket. A köszöntők után az első nap előadói a téma európai dimenzióját járták körbe. Először a területrendezés és monitoring uniós szintjéről szóló szekcióban folyt az eszmecsere, majd a második szekcióban arról beszélgettek a résztvevők, hogy miért van szükségünk határon átnyúló adatokra a területfejlesztéshez. Ricardo Ferreira, az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóságának szakértője az alábbiakban foglalta össze a téma európai jelentőségét. Ultimately what we want to reach is the development of the different regions, allowing each region to reach its maximum potential. In that sense, it is essential that the different interactions are understood on the natural territory, which is 300 degrees around one person, one organization, even if it goes beyond the border. For us to develop the proper policies, we need to understand the interactions on the other side. Therefore, we need to have proper spatial planning, we need to have proper cross-border data. A konferencia első napjának estéjén az előadók egy különleges bejáráson vettek részt a Magyar Zeneházában, melynek keretében a Határok szimfóniájának első akkordjai is felcsendültek. A második napon három szekció foglalkozott a téma makroregionális dimenziójával. Az előadók beszélgettek a szupranacionális perspektíváról, nagyító alá vették a Duna makro régiót, majd kerekasztal beszélgetést folytattak a nemzeti szintről. A szekció között Bianca Mitrika arra is kitért, hogy kutatói, geográfus szempontból miért fontos foglalkozni a témával. For me it's something very interesting, because I usually work with a lot of database, and from the geographical point of view, it's very important to have the accessibility to the data in order to provide the best results. Konferenciát Andreas Faludi nyugalmazott professzor előadása zárta, amely a módszertani territorializmus nyomorúságáról szólt. Én születtem Budapesten, András út 32-ben pedig most angolul beszélek. The problem has been with us from the beginning, but it's becoming increasingly virulent with the suspicion which exists in member states and in the electorates of member states against European integration. So that I believe is a seminal problem, and it's getting worse rather than better. So I have a lot of sympathy with these experts. I'm not amongst them anymore, who are doing their level best. They are really very active and very inventive, but it is what is called an uphill struggle. So that's my take on the conference. Lots of progress, but no breakthrough.
Professzor üzenete alapján biztosak lehetünk abban, hogy az évekkel ezelőtt megkezdett közös munkát folytatni kell. A SZESZKI továbbra is elkötelezett a határon átnyúló területi monitoring ügyének előmozdítása iránt, és e téren nyitottak vagyunk minden együttműködésre.